Vendégeink a Tündérkert című történelmi kalandfilm sorozat két szereplője, Bokor Barni, azaz Bethlen Gábor. És Páldi Attila, aki Nagy András hajdugenerális játssza a sorozatban. Sziasztok, köszöntünk! Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok, köszöntjük a nézőket! Több mint egy évvel ezelőtt kezdődött a forgatás a Tündérkertből, és egy ilyen jellegű sorozatnak az előkészületei több évig is eltarthatnak, a forgatókönyv pontosításától kezdve a helyszínek és a szereplők kiválasztásáig, és úgy tudjuk, Barni, hogy te az elsők között választottál ki Bethlen Gábor szerepére. Ez még valamikor 2019 körül lehetett? Ez nem tudom, de szándékos, hogy az öved az feltétlenül belecsillog a szemembe, az nem szándékos, ugye? Az minden, ez olyan, amikor a rátka csint a szerencsére. Hát így csillogunk. És tényleg, ez egy ilyen rám csillogás volt, vagy egy ilyen kacsintás volt, ami aztán elmúlt, elfeledtük, és azt hittük, hogy ebből nem lesz semmi. 2010... De nem az övemről beszélsz most. Arról beszélek, hogy volt egy... nem az övedről beszélek, igen, abból indítottam, de hogy Volt egy hasonló felcsillanása ennek a Tündérkertnek. Az első castingokról beszélek, amikor ugye elmentünk megmérettetni néhány kollégámmal Marosvásárhelyről, aztán hosszú ideig nem volt ebből film, nem tudtunk semmit róla, és azt hittük, hogy ez akkor feldolgozódott, vagy egyáltalán elfelejtődött, és ehhez képest néhány évvel később egy felfrissített forgatókönyvvel, egy új rendezővel, mégiscsak megtörtént ennek a leforgatása, és szerencsés módon részesei vagyunk Pál Attila testvéremmel. Aki amúgy tudjuk róla, hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház megbízott igazgatója, színházmenedzsmentet tanít ugye az egyetemen, jó, azt is tudjuk, hogy Ildikónak a férje, na de azt, hogy neked színészi kvalitásaid vannak, azt ennyi éven keresztül hogy tudtad titkolni? Ezt áruld el nekünk. Én nem titkoltam, csak nem vették észre. Bocsáss meg, amikor a kamera téged vesz, legyen nálad, mert az a lényeg, hogy ők is zöldbe vannak, és hogy rajtunk is legyen egy kis zöld. De én eteszem, ezzel kezdek játszani, és végig kopogom az egész beszélgetést. Akkor visszaveszem. Tehát én nem titkoltam. Én igazából azt hiszem, amikor színésznek készültem. Ez a 90-es évek elején. Én úgy kerültem színház közelbe, hogy a Figura Studio Színházhoz felvételiztem egy részt vettem egy megmérettetésem, és akkor felvettek, és Bocsárdi László akkor úgy döntött, hogy magával visz Sepsi Szentgyörgyöt Tamás János színházba. És ott egy pár évig, nem nagyon hosszú ideig, de pár évig játszottam, de mind olyan szerepeket, ahol valakit meg kellett verni, vagy valamit fel kellett emelni, szöveg nem tartozott hozzá, és folyamatosan készültem felvételizni színire, de a lustaságom ezt megakadályozta, mert szövegtanulásban nagyon lusta voltam igazából, nem, hogy nem tudtam megtanulni, csak toltam, és akkor egyszer úgy alakult a színházban a helyzet, hogy más irányt vettem, de színház keretén belül. Úgyhogy nagyon nem állt tőlem messze, és én úgy azt hiszem is, akit, ezt a gondolatot, amit mástól tanultam, hogy egy igazi színházi ember valahol mindig színész akart lenni. De hogy mi volt az első reakciótok, amikor megtudtátok, hogy amúgy ezt a szerepet ti fogjátok eljátszani? Amikor jött a nagy hívás, vagy bejelentés? Hát azért ez engem legalábbis, hogy mondjam, leterhelt a legjobb értelemben, mert hogy ugye éreztem a szerepnek a súlyát, ugye ez egy olyan történelmi személyiség, ami a kollektív emlékezetünk része is, mindannyian valamilyen fajta elvárással, elképzeléssel vagyunk Bethlen Gáborról, és azért ez így elkezdett nyomasztani, hogy akkor hogy fog az én hétköznapi szürke kis személyiségemen ez a nagy dolog átmenni. Aztán olvasva a forgatókönyvet rájöttem, hogy sokkal több közös pontot tudok magamban, ami, és akkor ez egy ilyen biztonsággal töltött el, és egyszer elkezdtem megszeretni, és elkezdtem azonosulni ezzel a dologgal, és onnantól felfele már nem tartottam fontosnak azt, hogy akkor, mert nyilván fontos a megmérettetés, hogy mit fognak szólni hozzád, hogy azt fogják mondani a történészek, hát jó a színész srác, de picit sovány, Bethlen azért jóval kövérebb volt. Ezek rendben is vannak, inkább az a kérdés, hogy akkor az ő
valódi arca milyen volt, a belső arca, a lelki arca, hogy hogyan fog az ma hatni, de természetesen senki nem ismerte ilyen közelről Bethlen Gábort, úgyhogy ezeket a kritikákat valószínűleg nem fogom megkapni. Madarász Isti, a sorozat rendezője azt mondta, hogy te maga Bethlen Gábor vagy, nyugodt, higgadt, átgondolt, bölcs, stimmel? Hát a bölcsességet azt még átgondoljuk, vagy az idő majd bebizonyítja. A nyugodtságom is ugye látszólagos. Mi volt még? Higgadt. Hát higgadtak tűnök, azért hoztam magammal a Ildikótól lenyúlt ilyen imazsám. Mi ez? Hogy hívják ezt? Nyaklánc, de te rózsafűzérként használod. Igen. Szóval, hogy ezzel azért próbálom kompenzálni a bennem lévő feszültségeket. Hát a deszkanálat hogy volt? Hát ha őszinte vagyok, én, és még őszintébb, akkor biztos voltam szintén, kapom ezt a szerepet, de nem vártam a hívást, nem reménykedtem, de valahogy úgy tudtam, hogy ez meg lesz. Mert én annyira szerettem, annyira megszerettem ott azt a pillanatot, hogy ha nem én leszek, akkor nagyon rosszul döntenek. Na de hát egy nap megszólal a telefonom, 50 éves szülinapom környékén volt ez, és egy hölgy mondta nekem, hogy megkaptam, a rendező megbízott ezzel a szereppel, vagy engem választott ki erre a szerepre. És én csak erre annyit tudtam reagálni, hogy jól meg vagytok szorulva. Hölgy egyáltalán nem értette ezt a reakciómat, mert ő máshoz szokott egy ilyen információnál, de még poénon túl is komolyan gondoltam, pedig tudtam, hogy ezt én meg kell kapjam ezt a szerepet, de mégis, ha egy ilyen amatőr teljesen újszülöttre bízák ezt a dolgot, akkor jó, meg vagytok szorulva, mondtam. De jól döntöttek, de inkább vicces. És amúgy a forgatások előtt azért volt jó néhány feladatotok, például meg kellett tanulni lovagolni. Na, ez kinek hogy ment? Kíváncsi vagyok. Hát ezt mi sem tudjuk, hogy mennyire tudunk lovagolni. Az igazság, hogy elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy fölmerjünk ülni, elég nagy távolságokat megtettünk már lóháton, kiki a maga módján. Én talán messzébbre mentem lovon, de ez nem jelent semmit. Szóval, hogy a kaszkadőr szinten szerintem nem lovagolunk. De, tehát nem tudunk leugrani róla, fölállni a lóra. Nem dobott le alul magára. Hát azért ezt majd elmondja Deszka, hogy élte meg. Voltak kihívások a lovakkal, természetesen a lovat nem kérheted meg, hogy jelbe álljon. Tehát, hogy színészeknél ez az elsődleges szempont, hogyha filmezésre adod a fejed, akkor nagyon pontosan be kell tudni állni abba a jelbe, amire kijelölnek, egy lovat nem lehet erre megkérni, hát ő állandóan mozog. Na hát ugye különleges partnerek, és hát rendkívül jó volt a lovakkal való munka, de történt olyan is, hogy begurultatok a bokorba, hogy ne magamról beszéljek. Igen, de kicsit visszaugranék, tehát az, hogy nekem úgy kezdődött az egész, hogy az életemben lóközelben nem voltam. Még tartottam is a lótól. Szerintem még most is. És Nyárászent Simonban kezdtünk lovagolni, hajnalokban reggelenként mentünk oda, és azt hiszem, hogy tudatosan döntöttem úgy, hogy távol fogom magam tartani a lovaglástól, mert éreztem, hogy egyre jobban szeretem. De nekem még ez hiányzik, még egy ilyen hobbi, minden hülyeségem mellett még egy lovaglás hobbi hiányzik, akkor szét is esek teljesen, de azok a pillanatokat nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Ahogy először egy lóhoz értem, ahogy először felültem nyereg nélkül a lóra, ahogy azelőtt még vezettük, tehát minden pillanatát élveztem a lovaglásnak, de én valóban csak arra szintre jutottam, amennyi kell egy ilyen forgatáshoz. Megállni, felülni, leszállni, tehát minimális, nagyon-nagyon minimális. Most már visszajött a provokáció, különben a napokban megint ezen kezdtem törni az agyamot, hogy milyen jó lenne azért elmenni egy kicsit, na még adni egy lehetőséget magamnak, mert lehet azért is, mert a forgatás közben
annyira a ló közelbe voltunk, hogy nekem már nosztalgikus lesz, hogyha a lóhoz. Annyira szerettem a forgatást, hogy a kicsit úgy össze is nőtt a lóval, és amelyik pillanatban egy ló mellé kerülök, eszembe jutnak minden részlete ezeknek a dolgoknak. És az, amit Barni mond, az valóban olyan, hogy olyan gyenge szinten vagyok én ezzel a dologgal, hogy valószínűleg egy kicsit tapasztalt ember, tapasztalattabb lovas hamar megcsinálná azt, amivel nekem beletört a bicskám, egy olyan kényes, vagy apró mozdulatokat, több ló közt, egy olyan apró mozdulatot kellett elvégezzek el lóval, amit a harmadik lóval sikerült végül, amelyik jóval kisebb volt, mint az eredeti lóval. Lábam szinte le is írt a földre, tehát hogy úgy sikerült megmondani, és az első lóval ma ezredessel, amely egy óriási fekete ló volt, azzal tényleg be is borultam az én butaságom miatt, hátra beborultunk a bokorba, de ezredes ezt megoldotta, mert én azt hittem már rám fog esni az óriási állat, amikor egyszer csak azon vettem észre, hogy ülök a hátán továbbra is. De ott kihúzott engem abból a helyzetből. Na tehát, hogy a lovaglás úgy ennyi, hogy szerettem, távol tartom magamtól, és mégis provokál. Több mint 70 színész játszott a sorozatban, ezek közül 15 erdélyi. 1600 statiszta kaszkadőr. Milyenek voltak ezek a forgatási napok? Kedves pillanatok. Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy már akkor is hiányzott, miközben ott voltunk. És voltak ilyen kimondottan nehéz napok, amikor ezt el kellett engedni, amikor le kellett. Tudomásul kellett venni, hogy megvolt az utolsó napod, és kitapsolnak a produkcióból. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ilyen utózöngői voltak még nálam a dolognak. Tehát egy ilyen addiktív folyamat ez a forgatás, és különösen ez a tündérkert, amiben forgattunk mindketten elég sok napot, és eléggé összebarátkoztunk a stábbal, a kollégákkal, nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, de már reggel a smink buszban, a beauty buszban nagyon jó hangulat volt. És ment a Friderikussal. Ment a Schroeder, igen, tehát hogy elég jól egymásra hangolódtunk, és az időjárási körülmények dacára, mert ugye hol meleg volt, hol nagyon hideg, ezeket nagyon jól tudtuk bírni. Hát nyilván volt, akin kacagány volt, akin meg egy szál. Az a melegben nem jött olyan jó. Igen, július, augusztus, szeptemberben azért megdolgoztam, de mind arra gondoltam, milyen jó fog jönni majd november, decemberben. Igen. És ez így is volt. Tehát én amúgy annak a kacagánynak nagyon hálás vagyok, mert való azt teremtette meg a figurámat. Tehát hogy én úgy voltam a forgatási napokon, hogy reggel, amikor felvettem hajnali órákba magam, tehát beöltöztünk, és akkor azt, amikor felvettem, onnan nagyjából mindig Nagy András voltam. Uh-huh. Úgy telt el az egész napom, hogy hát igazán mit csinál egy amatőr, nekiáll, és átalakul teljesen. Még a kajánál is olyan volt, hogy úgy mentem be a kajárdába, hogy hajduk ültek egy helyen, és akkor köszöntem, és el is vártam, hogy úgy köszönjenek vissza, mint a vezérüknek is. Folyamatosan egyet. Gyermekek féltek. Szevasztok, srácok. Szevasz, főnök. De körülbelül ez volt a viszony. Nagy Andrásról kevesebbet tudunk, mint Betlemről, mert valaki nemzeti hősnek tartja, valaki pedig gyilkos rablónak. Te hogyan nyúltál ez a figurához? Elsősorban én meg kellett szeressem ezt a figurát. Ez nagyon-nagyon fontos volt számomra, mert ha nem szerettem meg Nagy Andrást, akkor ezt nem tudom ezt a feladatot elvégezni. És kerestem mind a pozitívumokat ebben a figurában. Egy, hogy próbáltam utána nézni, hogy valóban ki volt. Nagyon kevés anyagot találtam. De ami egyértelmű volt számomra, hogy két fontos dolog van számára, az Isten, és az is a protestáns vonalon. Tehát ő a pápistákat felkoloncolja, neki ez egyik célja. És a másik pedig a hajduk, tehát a csapatszellem, azokért minden. Tehát ezért a kettő mindent. A többi az neki csak az érdekeinek, az elérésének az eszközei voltak. Az legyen Báthori, az legyen Bánfi. Amúgy Betlentől tartott szerintem, ezt én fogalmaztam meg magamban, mert Betlenben látta, hogy az nem lépne szövetségre hajdukkal. Uh-huh.
És ez folyamatosan bennem volt, hogy Batmantől azért egy kicsit vissza. A többi az nekem ilyen eszközök voltak. Azért, mert úgy gondolom, hogy Nagy András is egy ilyen figura volt. És nem véletlenül volt az ő idejében a legnagyobb a hajdu hadsereg, 15 ezer, talán 15 ezer hajdu volt abban az időben. És amiért még valamilyen szintén hősnek is tartják hajdúságban, Bihar is hajdúságban, másképp közelítik meg ezeket a figurákat, mi más zónában, mert igazából ők teremtették meg azt a, megkapták azt a zónát, oda próbálták leizolálni, hogy már tudják kontrollálni ezeket a hajdukat, akkor inkább adtak nekik egy területet, ez a hajdúság, és ott úgy élik meg, még a mai napig is, hogy ők az igazi ősök számukra. Ezért van az, hogy Bihar Nagybajonban van egy szobor is állítva Nagy Andrásra, miközben más zónákban Nagy András egy brutális, semmiházi, akármilyen figurának lehet nevezni. Uh-huh. És ez a két szempont nagyon fontos, az Isten és a csapatmunka. Igen, mit miért azért, az is benne van, mert nem tudom, hogy ő mosolyog vagy ilkolt-e, de szerintem igen. Tehát azért az egésznek van egy ilyen... Hát egy idő után, rutin. De hogy a székelyekhez hasonlóan telepítették le őket, és visszatérve Betlenre, itt még azt mondja a film elején, hogy a hajduk azok rongy harami a banda, csak a koncot lesik, és csak a gond van velük, tehát igazából egy fejedelem nem állhat szóba ilyen népekkel, aztán később ő is szövetségre lép velük, amikor már a hatalmi törekvései úgy diktálják, hogy... aki használja ezeket. Igen, érdekes, az a hajduk minden fejedelem váltásban részt vettek, amiket legalábbis, amiket én találtam. Tehát Rákóczi Zsigmondtól elkezdve, benne is volt az eredeti szövegkönyvben az, hogy amikor Nagy András alkudozik Bátorival, hogy Rákóczi Zsiga bátyám is hogy járt. Tehát vigyázz, hogy tartod be a szavadat, mert az igaz, hogy a török porta beleegyezésével, de Rákóczi Zsigmondot talán a hajduk tették, Nagy András vezetése, a hajduk tették fejedelem. És ők is vették le onnan, mert nem tartotta be az ígéreteit. Tehát minden ilyen királycsinálásban valahol ott vannak a hajduk. Nem azokkal a diplomáciai eszközökkel, nem azokkal a politikai eszközökkel, de egy nyers erővel, hát ott voltak, és nagyon valami fontos tényezők voltak ezekben a sakjátékokban. Zsoldosok mai szóval, de nevezhetjük kaubolyoknak is őket, hiszen hatalmasztak. Most meg volt a nagy bemutató, meséljetek egy kicsit erről is, hogy izgultatok amúgy? Hát ez Deszka tudja elmesélni, ő volt ott, én lekéstem a repülőt, úgyhogy én az út csoportképre aztán a végére, hogy oda szorultam, úgyhogy délelőtt próbáltam, fölültem a gépre, és pont aznap volt a szülinapom, és mondtam is, hogy hát milyen szép a Megafilmtől és a Dunától, hogy születésnapomra vetítést szerveznek, meghívják a barátaimat, Budapesten ráadásul, egy kiemelt környezetben, tortával leptek meg, szóval tényleg nagyon menő volt. Na, de mit láttatok? Meséljetek. Milyen volt nagy Megnyugodtatok a bemutató után? Igen. Először a képekkel a szinkron, utószinkron során találkoztam, és én nyers képeket láttam akkor még, és akkor párszor elszorult a gyomrom, hogy hú, ebből vajon mi lesz? Szóval bemutatóra is úgy ültem be, hogy... Nagyon szorított a gyomrom, hogy milyen ez. És ahogy néztem, folyamatosan megnyugodtam is. Megint egy ilyen őszintességi hullámmal azt mondom, hogy büszke lettem az egészre. A filmre is, és még az én saját munkámat is ilyen büszkeséggel nézem. És ez nagyon furcsa, mert sosem szerettem magam visszahallani, vagy visszanézni. Volt is egy sztorim, amikor én nagyon sokat kosárlabdáztam, és egy pár mérkőzésünket a Románia kupám közvetítette a Rumnikói Bulcsai TV, amelyik valamiért másnap délelőtt visszaadta, újra játszott. És akkor megláttam a szállodán feküdtem, és megláttam a mérkőzést. Akkor megláttam, hogy játszom, mondtam, hát ezt most hagyom abba, ha tudtam volna, soha nem lépek pályára. Na most a filmmel kapcsolatban nem voltak ilyen problémáim. Tehát, hogy éveztem nézni, el tudtam vonatkoztatni, hogy én vagyok, el tudtam vonatkoztatni a Barni, a barátom. Egyszer csak tényleg úgy kezdtem nézni, hogy Betlen, hogy Nagy András is, és társai. Hát azért ez egy nagyon szépen van filmezve, az operatőr munka Garai Gábor részéről, a rendező részéről, Madarász Isti részéről, ez egy nagyon szép világ, ugye a díszletet és a jelmezt nem is
emeltük ki, pedig hát ugye ez is rengeteget tesz ahhoz, hogy mi jól nézzünk ki, vagy hogy ez megszülessen. 11 helyszínen forgattatok. Igen. De jó, hogy felkészültetek, mert nem tudtam volna fejlődni, de tényleg rengeteg helyszín volt, és egyik most már a néző láthatott 5 részt, bevallom én csak 4-et, de a negyedik részben nagyon sokat játszik Szeben. Szeben például hol forgattátok? Nem Szebenben. Nem, az egy örökölt díszlet, az Fóton volt? Igen, múltkor mondtad, hogy örökölt díszlet, én meg fordítva tudom, hogy tőlünk fogja azt örökölni valaki. Én úgy tudom, hogy nem nekünk épült, hanem az már ott volt, de akkor majd megkérdezzük a szakértőket. De van olyan díszlet, amiben már egy amerikai sorozat leforgott, uh-huh. És teljesen a Last Kingdom, teljes, a Last Kingdom például, és akkor egy teljesen más szögekből és megvilágításból kapjuk meg azt a díszletet, szóval nem fog felismerhetővé válni, de hát az ott van Magyarországon, akkor de például volt ugye a Visegrádi vár, ami tényleg egy nagyon, hogy mondjam, erős helyszín volt, és az például a Dévai várat tudja hozni, mert ugye a jelenlegi körülmények, hogyha most ide jött volna a stáb forgatni, akkor már nem ugyanazt a képet kapjuk, ami volt annak idején. Viszont légi felvételeken látjuk Erdélyt. Légi felvételeken megkapjuk Erdélyt, de a belsők és a egyéb helyszíneken már nagyon sok szempontból, logisztikai szempontból is a magyarországi helyszínek bizonyultak jobbaknak. Ami számotokra miért fontos, hogy megszületett ez a sorozat? Hogy megszületett? Igen, hogy létrejött ez a sorozat. Hát én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy számodra miért fontos, hogy megszületett ez a sorozat. Hát, én nézők, tudom a választ erre. A nézők mit fognak gondolni arról? Számomra igen. Azért fontos, hogy ne feledjük a múltunkat, igen. A történelmünket. És tovább tudjuk adni a következő generációnak, film formájában is, és hogy tényleg, hogy legyen, amire büszkék legyünk, és hogy átörökítsük ezt a hagyatékot, ami van nekünk, és a történelmünket, ami gazdag, és amiben sok minden van. De jó, hogy ezt mondjátok. Én mi ezt gondoljuk? Így most nem kell ezen feszegnünk, hogy mit fogunk válaszolni. Tényleg egy olyan téma, egy olyan anyag, ami eddig nem volt. Uh-huh. És kár lett volna ebből nem filmet csinálni. Egyrészt a Móricz alapmű is ugye forgatókönyvér kiállt, ez a trilógia, és ő nagyon-nagyon komolyan dokumentálódott, amikor erről írt, és nagyon sokat keresett a történelemben, hogy mi legyen az a téma, amire lehetne alapozni egy trilógiát, és végül megtalálta Bethlennek a levelezéseit, és annyira részletesen, pontosan nagyon sokat írt Bethlentető, hogy valódi grafomán volt, hogy beleszeretett abba, ahogyan ír, ahogy, és akkor ugye írt egy a trilógiának a második része a Nagyfejedelem, az első része, ugye, amit most feldolgozott 8 részben a Tündérkert, és van egy harmadik része, és most nem tudom, hogy ebből lesz-e majd folytatás. Pont ezt akartam kérdezni. Lesz-e a Fejedelem? Hát ezt nem tudom megmondani, a múltat ismerjük, hogy valójában Bethlen fejedelem lett, de hogy a jövőben mi lesz, azt sajnos senki nem tudja a jelenlegi geopolitikai helyzet és egyéb háborús konfrontációk a levegőben. Én azt gondolom, hogy ha lesz rá pénz, akkor a szándék megvan. Hát én egy kicsit visszatérhetek erre a gondolatra, hogy miért fontos, mert nekem van egy személyes... Én ebből tudok kiindulni, ami velem történik. Az, hogy én például azt hittem, hogy a hajduk egy nemzetség, mint a jászok, gúnok, székelyek, stb. A film kapcsán tudtam meg, hogy az igazából egy mesterség, tehát a marha pásztorokból kialakult zsoldos hadsereg. Azt is bevallom, hogy a Tündérkert regényt nem olvastam. Elsősorban azért, mert... szocializmusban, amikor én iskolában jártam, akkor tilos volt még megemlíteni is ezt a trilógiát. Nem találkoztam vele, tehát amikor szóba került ez a forgatás, akkor olvastam el. Rengeteg történelmi dologgal találkoztam a film által, és meg vagyok győződve, hogy nagyon sokan ugyanígy fognak járni, mint én, és ezért fontos. És a Magyarosi Sándor barátunk mondott egy dolgot, amitől én meglepődtem, de aztán igaznak gondoltam, hogy hú, tényleg igazad van, aki azt mondta, hogy az István a király rockopera nélkül fogalmunk nem lenne ki az a Koppány. Sokkal kevesebbet tudnánk róla. Még akkor is, hogyha az történelmi hamisítás volt, de legalább utána kezdtünk nézni. És rájöttem, milyen igaza van.
Tehát, hogy ezért fontosak ezek a filmek, mert találkozom történelmi dolgokkal és irodalommal, és olyan ismereteket szerzünk, ami meglep, 52 évesen. Hát, ha leveszik a Porcelor Bori trilógiáját is, és elolvassák az emberek. Igen, szóval olyan részletek vannak még a történelmünkben, amikkel nem szembesültünk. Úgyhogy... Nem minek? Árt ismerni a múltat. Igen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen mi is, és hoztunk nektek egy ajándékot. Tényleg. Tivadar, ezt. Tündérkert filmkártya játékban. Figurák vannak rajta. Hát ez nagyon szép. Szépen köszönjük. De ezt nagyon szívesen ad autogramot, mert rajta van az egyik. De én vagyok a trefalsó. És az napokon, ha unatkozunk, kártyázhatunk. Így van akkor. Köszönjük. Köszönjük nagyon szépen nektek. Köszönjük szépen is. Mi is köszönjük.